fő célunk és fő líniónk lényegében a felvidéki képzőművészek bemutatása. Ez akár lehet egyéni kiállítás vagy kollektív kiállítás. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezek az események jöjjenek. Már abból a szempontból is, hogy ezek a kiállítások mindig társulnak egy ünnepi megnyitóval, ami lényegében egy nagyon jó platform arra, hogy a kultúra kedvelők, a képzőművészet kedvelők találkozzanak, és elinduljon közöttük a beszélgetés, a kommunikáció. Üdvözlöm a kedves nézőket! A Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete, amelynek a Mahék Média család is állandó médiapartnere, fontos szerepet tölt be a felvidéki képzőművészeti életben. A Szlovákiában élő magyar képzőművészeket összefogó társaság aktív egyesületi életet él, kiállításokat szervez itthon és külföldön is egyaránt. A szervezet tavaly novemberben új elnököt választott, Kovács Csonga Anikó, konceptuális művész és grafikus személyében. Vele beszélgetünk ma az egyesület működéséről. Üdvözöllek, Anikó! Még mielőtt betekintést kapnánk az egyesület működésébe, mutasd be kérlek magad pár szóval. Ugye te konceptuális művész vagy, ahogy a felvezetőben is említettem. Mit akar ez pontosan, és hogyan jutottál odáig, hogy elnöke vagy egy egyesületnek ilyen fiatalon? Különböző installációkkal és objektumokkal mutatom be az alkotásaimat, illetve alternatív grafikai módszereket is felhasználok, és ezeket kombinálom. Az, hogy ilyen fiatalon elnök lettem, ez nem kimondottan azért az én érdemem. Megválasztottak, mert úgy gondolom, hogy látták talán bennem a potenciált, hogy talán sikerül a szervezetet egy jó útra terelni, vagy tovább folytatni Kopocs Tibor munkásságát. Azért ne szerénykedj, hiszen több díjat is tudhatsz már magadénak. Miért ez a stílus áll hozzád a legközelebb? Miért a grafika világa az, ami téged magával ragadott? Nagyon szeretem a grafikai technikákat, és főleg szeretek elrugaszkodni a klasszikus megoldásoktól. Keresem is folyamatosan az alternatív ábrázolásokat, akár a grafikai szempontból, vagy akár az installációk szempontjából. Nagyon szeretek kísérletezni, szeretek újat felfedezni, szeretem azokat bemutatni. Térjünk akkor most már kicsit rá az egyesületre. Ugye a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete 30 éve rendez különböző kiállításokat, programokat, nem csak a művészet szerelmeseinek. 2014-ben váltottatok nevet, és ha jól tudom, kezdetben 29 tagja volt az egyesületnek, ma már viszont olyan 500, talán már több tagja is van az egyesületnek. Milyen hozzáadott értéket ad a felvidéki kultúrához ez az egyesület? Fő célunk és fő líniónk lényegében a felvidéki képzőművészek bemutatása. Ez akár lehet egyéni kiállítás vagy kollektív kiállítás. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezek az események jöjjenek. Már abból a szempontból is, hogy ezek a kiállítások mindig társulnak egy ünnepi megnyitóval, ami lényegében egy nagyon jó platform arra, hogy a kultúra kedvelők, a képzőművészet kedvelők találkozzanak, és elinduljon közöttük a beszélgetés, a kommunikáció. Mit vettél észre egyébként? Mennyire nyitottak a felvidéki művészek egymás iránt? Megvan köztük az a bizonyos kapcsolat? Igen, határozottan. Igen, keresik egymás társaságát, bár az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy eddigiekben a MAMSZÉ, a szervezetünk, az egyesület inkább volt zárkózottabb etéren, és úgy gondolom, és úgy vélekedem, hogy ezen mindenképp változtatnunk kell. Tehát ez egy olyan pontja a szervezetnek, amit fontos, hogy kicsit módosítsunk rajta, és nyitottabbak legyünk más képzőművészek és szervezetek felé. Nyissunk feléjük, és kezdjünk el határozottabban és dinamikusabban kommunikálni és együttműködni. Azzal, hogy átvetted az elnökséget, a szerepköröd is bővült, hiszen a társaság már egy galériát is vezet a Komáromban, a volt katonatemplomban, ahogy itt a televízióban is láthatjuk, számos színvonalas kiállítást tudhattok már a hátatok mögött. Mekkora kihívás ez számodra, egy kiállítás megszervezése? Gondolom, vannak mögötted segítő szándékú emberek.
Természetesen rengeteg ember van, aki lényegében mögöttem áll, szállt egy nagyon jó vezetőség, egy nagyon jó csapat, akivel tudunk együtt dolgozni, és mindent együtt csinálunk, legalábbis igyekszünk, és akár a kiállítások szervezése is, ott is egy megosztott munka van. Mindenki tudja a saját maga részét, mindenki bevállalja azt, amiben jó, vagy van szaktudása, és így együttesen igyekszünk mindig megszervezni egy eseményt, egy kiállítást akár. Elnökként mi az, ami a legnagyobb kihívást jelenti számodra? Ugye, ahogy te is mondtad, hogy egy fél száz tagsággal rendelkező szervezetről van szó, ami már egy többség lényegében, és itt ugye azért meg kell felelni az embereknek. Én nagyon szeretek megfelelni az embereknek, szeretek jót csinálni mindenkinek, és ebben az esetben elő fog fordulni, tehát félek attól, hogy elő fognak fordulni azok a szituációk, hogy olyan döntést kell esetleg hozni, vagy hoznom, vagy vállalni a döntésére a felelősségemet, ami nem mindenkinek lesz megfelelő. És ettől egy kicsit tartok, hogy tudjam feldolgozni, hogy én ezt tudjam békésen megélni, vagy hogy a lelki világom ettől ne omoljon össze. Tehát én úgy gondolom, hogy ettől tartok a legjobban, hogy tudjak mindenkinek megfelelni, vagy mindenkinek jót csinálni, és ha esetleg nem sikerül, akkor tudjam kezelni ezt a szituációt. Ezt még meg kell tanulnom, nyilván. Vannak állandó segítőid, akik szinte minden lépésednél segítenek és bátorítanak téged? Hogyne, természetesen itt ki is emelném Minyárt Ballaritát, művészetmenedzsert, aki lényegében vezetőségi tag, és a szervezetünk őt jelölte ki a Limes Galéria vezetésére. Ővel lényegében napi szintű kapcsolatot ápolok, és folyamatosan beszélgetünk, ötletelünk, hogy mit, hogy lehetne csinálni, hogy lehetne úgy alakítani a szervezet, az egyesület, illetve a Limes Galéria sorsát, hogy az teljes mértékben egy jó útra telerődjön. Hát akkor egyértelműen egy fiatalosabb és lendületesebb időszak következik a MAMSZE életében, hiszen Rita is egy nagyon fiatal nő. Ti ketten akkor egy igazi jó kis csapatot alkothattok. Te is mondtad, hogy számítasz arra, hogy lesznek nézeteltérések. Milyen a kor összetétel? Nagyon vegyes, úgyhogy itt mondhatnám, hogy lényegében három generáció képviselteti magát, a fiatalabb, közép és az idősebb generáció. Teljes mértékben pozitívumként élem meg, mert úgy gondolom, hogy az idősebbek és a fiatalok is egyaránt tudnak tanulni egymástól. Tehát az idősebbeknek olyan élettapasztalatuk van, annyi fantasztikus nagy tudással rendelkeznek, amit nagyon is érdemes rájuk odafigyelni, meg hallgatni őket, és táplálkozni a tapasztalataiból. Ellentétben például a fiatal generációval, akik azért már csatlakoztak ehhez a gyors életvitelhez, medializált világhoz, Itt úgy gondolom, hogy ők is tudnak mit tanítani esetleg az idősebb generációnak, hogy mit lehetne jobban csinálni, akár saját magukat, hogy lehetne prezentálni, akár internetes platformokon, stb. Tehát tudunk egymástól tanulni, tehát ez a vegyes összetétel, ez mindenképp egy jó dolog. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy egy művész miből él? Például az egyesületen belül is mindenki a munkája mellett él az alkotás örömének, vagy vannak, akik már főállásban végezhetik ezt a tevékenységet? A legtöbbjük, én úgy gondolom, hogy egy munka mellett végzi az alkotási folyamatokat, de egyébként vannak olyan képzőművészek, akik kimondottan ebből élnek, és meg is tudnak beleélni. Mi kell ahhoz, hogy valaki eljusson odáig, hogy főállásban végezhesse mindezt? Ugye azért a legtöbb művész erről álmodik, hogy saját kiállításai legyenek, és tényleg főállásban tudja ezt művelni. Nagyon nehéz ezt véghez vinni, tehát itt nem is arról van szó, hogy nem tehetséges a művész, hanem inkább arról van szó, hogy itt Szlovákiában talán nagyon kevés az olyan ember, a mecenás, akik támogatják ezeket a művészeket azzal, hogy esetleg megvásárolják, vagy felvásárolják az alkotásaikat. Egyébként a szervezet próbál ebben is segíteni a képzőművészeknek. Ebben az évben sikerült is megrendezni a komáromi napok keretén belül az első felvidéki kortárs képzőművészeti vásárt. Ez még egy nagyon kísérleti fázis, de a célja mindenképp az, hogy a felvidéki képzőművészek alkotásait összehozzuk lényegében azokkal a potenciális bevőkörrel, akik tényleg szánnak és investálnak az ilyen
alkotásokba. Léteznek itt Szlovákiában olyan magángalériák, ahol az alkotások megvehetőek? Igen, léteznek. Van egy pár ilyen, akik kimondottan erre vannak ráépülve, vagy ráépítve, hogy azzal foglalkozzanak, hogy marketingolják, menedzsmenteljék esetleg a kiállító művészeket, és aladják a képeiket. Végig követhetjük az eddigi kiállításokat, amelyek általatok voltak megszervezve. Ezeken a kiállításokon megvásárolhatóak az alkotások? Ezek a kiállítások általában úgy jönnek létre, hogy a fő céljuk az, hogy prezentáljuk az alkotásokat, de természetesen mindig van lehetőség, tehát hogyha van érdeklés, előfordul, tehát vannak olyan kiállítások, ahol igenis megkeresnek minket, és érdeklődnek az alkotások iránt, és már volt rá példa, hogy tudtunk eladni is egy-két műalkotást. Úgyhogy mindig van lehetőség arra, hogy megvásárolják a képeket, mindig össze tudjuk esetleg hozni a képzőművészt az érdeklődővel. Az anyagi elismeréssel nem járó elnökséget a munkád mellett, saját alkotói munkásságod mellett kisgyermekes édesanyaként vállaltad. Honnan van ez a rengeteg energia, és miért vállaltad egyáltalán ezt az elnöki posztot? Úgy, ahogy mondtad, én két kisgyermek édesanyja vagyok, még kicsinyek a gyermekek, úgyhogy lényegében az életem abba a fázisban van, ahol el kellett gondolkodnom azon, hogy egyáltalán elevállaljam ezt a pozíciót. Pont ezért filóztam rajta annyit, mert a gyermekeimnek még szükségük van az anyukájukra, és ugye egy ilyen szervezet vezetése azért nagyon időigényes. Ennek ellenére én azért is döntöttem úgy, hogy én ezt bevállalom, mert egyrészt a MAMSZE tagságából többen megkerestek, hogy kérték, hogy vállaljam el ezt az elnöki pozíciót, és biztosítottak a támogatásukról. Ez egy nagy löketet adott lényegében, hogy nem egyedül, hanem tényleg egy csapattal tudunk majd együtt dolgozni és vinni ezt az egészet. Másrészt pedig teljes mértékben és őszintén hiszek abban, hogy egy kis korrekcióval vagy fejlesztéssel egy pár éven belül egy nagyon jó dolgot ki tudunk hozni belőle. Tehát ebben őszintén hiszek, hogy mind az egész csapat, a tagság, ha összefog, mindenki beletesz egy kicsit, akkor nagyon gyors, dinamikus fejlődést tudunk elérni, és nyomot tudunk hagyni akár a felvidéki, határozott nyomot tudunk hagyni a felvidéki kultúrában. Vannak rövid távú célok, és természetesen vannak hosszú távú céljaink is. A rövid távú célok közé tartozik az előbb említett kapcsolatfelvétel, tehát nekem az első lépéseim között volt az, hogy például Szabó Ottóval, a Rovás elnökével felvegyem a kapcsolatot, vagy akár Majer Évával a Dunart szimpóziumnak a szervezőjével szintén, és még vannak emberek, képzőművészek, akiket mindenképp szeretnék megkeresni, és akár elbeszélgetni velük arról, hogy miért nem tagok, vagy hogy lássák esetleg, mint külsősök a MAMSZ-ét, meghallgatni őket, és abból táplálkozni, és úgy alakítani a MAMSZ-e sorsát. Szintén a rövid távú célok közé tartozik az is, hogy kicsit hallassunk magunkról jobban, gondolok legfőképpen az internetes platformokra, hogy a weboldalunk működőképes legyen, aktualizált legyen. Kialakítottunk a Facebook oldalon is egy platformot, ahol szintén heti szinten adunk magunkról, a tagjainkról, eseményeikről híreket, próbálunk minél többet mutatni magunkból is, ezáltal kapcsolatot teremteni, akár így online is az emberekkel. Ez is egy cél volt, rövid távú cél volt, ami már ugye elkezdődött, dolgozunk rajta, illetve ugye nagyon fontos program volt az elmúlt hónapokban, hogy feltérképezzük, hogy honnan tudunk pénzt lehúzni, hogy tudunk pénzhez jutni. Be is adtunk 6 pályázatot, úgyhogy ez is elindult szépen, remélhetőleg ebbe is majd belejövünk, vagy rutinosabban fogjuk csinálni, mert minden kezdet nehéz. És a hosszú távú célok közé tartozik például az is, hogy a MAMSZ repertoáriát bővítsük. Tehát ne csak
kiállításokon keresztül tudjunk megmutatkozni, hanem szeretnénk gyermekworkshopokat rendezni, de akár felnőtteknek is, szeretnék kerekasztalbeszélgetéseket leszervezni, szeretnénk különböző, akár egynapos akciókat megrendezni, gondolok itt legfőképpen az új médiákat bemutatni. Például kapcsolatban vagyunk egy olasz performance képzőművésznővel, és szeretnénk őt ide elinvitálni a katonatemplomba, hogy egy napos akción keretén belül tudja bemutatni a munkásságát, vagy szeretnénk bemutatni a felvidéki fiatal Maruscsák Dávid videóprojekcióit, amelyek kimondottan majd a katonatemplom belső terére készülnek, tehát fog kommunikálni ez a videóprojekció. Tehát az ilyen új médiás dolgokat is szeretnénk majd bemutatni, illetve behozni a MAMSZ-ba, és nem csak a klasszikus ábrázolásokat. A kapcsolatteremtés fontosságát többször is hangsúlyoztad. Mennyire fontos számotokra, hogy szoros kapcsolatot ápoljatok a határon túli művészekkel és egyesületekkel? Ezt is nagyon fontosnak tartom, ezt lényegében Kopocs Tibor, az előző elnök már nagyon szépen el is kezdte, úgynevezett Paróla projektnek nevezzük, és ezen belül mi már felvettük a kapcsolatot Magyarországi Ballasi Bálint asztaltársasággal, és már 5-6 akciót is együtt véghez tudtunk vinni, illetve most 2022-ben nemrégiben nyílt egy kiállítás az Interszekció, ahol erdélyi művészek felé nyújtottunk baráti kezet, és nagyon kedvesen, nyitottan, aranyosan reagáltak, és jöttek, és megtörtént az együttműködés, és létrejött egy fantasztikus, szép kiállítás. Tehát fontosnak tartom, és ezt szeretném folytatni is a jövőbe. Említetted ezeket a csodálatos kiállításokat, mi magunk is voltunk és forgattunk a kiállításon. Milyen visszajelzéseket kaptatok? Többnyire pozitív visszajelzéseket kapunk. Azért ez hozzá, tehát például az interszekcióknál rengeteg pozitív visszajelzés volt, rengeteg dicséretet kaptunk. Viszont múlt évben rendeztünk szintén egy kiállítás a Hányom még. Ott például kaptunk kritikákat, építő jellegűeket, nagyon jól jöttek, tehát mi ehhez próbáltunk természetesen úgy hozzáállni, hogy meghallgatva, és ebből tovább építkezve, és kiavítani a hibákat, amik esetleg felmerültek, azon módosítottunk, és akkor próbálunk így helyesen fejlődni folyamatosan. Felvidék sok tehetséges művésszel büszkélkedhet, összevetve mondjuk a magyarországi vagy a Kárpát-medencei művészvilággal? Te hogyan látod? Igen, határozottan igen, rengeteg, tehát nyilván nem vagyunk olyan sokan talán, mint akár ha megnézzük az anyaország beli képzőművészeket, de vagyunk, és rengeteg tehetséges képzőművész van, tekintve akár az idősebb vagy akár a fiatalabb generációt. És nagyon jók. Milyen az együttműködésetek Magyarországgal? Mennyire nyit felétek? Be lehet jutni a magyarországi galériákba például? Igen, persze, határozottan nyitottak felénk, tehát ugyanannyi lehetőségünk van lényegében, mint a magyarországi képzőművészeknek, csak ki kell alakítani esetlegesen a kapcsolati rendszereket, amin keresztül oda be lehet jutni. Ez például még rám is vár, mert hát fél éve vagyok elnökségben, még van mit fejlődni, és van még mit alakítani a kapcsolatrendszereken is. Mit tudnál üzenni a fiatal képzőművészeknek? Miért érdemes hozzátok csatlakozni? Mert lehet hozzátok csatlakozni, ugye? Így van, természetesen. Hát azt üzenném nekik, hogy bátran jöjjenek, csatlakozzanak, mert szükségünk van a vérfrissítésre, tehát nyitottak vagyunk természetesen mindenre, és lehetőségük van hosszú távon bemutatni a tehetségüket, bemutatni az alkotásaikat, és egy nagyon aranyos és szuper kollektívával tudnak majd egybe dolgozni, mert a MAMSZ tagsága tényleg egy jó lelkű, jó szívű emberekkel, csupaszív emberekkel van teli. Anika, én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Biztos vagyok benne, hogy még fogunk találkozni, hiszen nem egyszer ellátogatunk a komáromi katonatemplomba, ami egyébként egy csodálatos közeg. Sok sikert kívánok a munkádhoz. Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.